A Széchenyi István Egyetem új tudástere ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 44. vándorgyűlésének az elkövetkező napokban. A Stabilitás, Innováció, Inspiráció elnevezésű konferenciára 200 résztvevő érkezett, ami azért is örvendetes, mert így is látszik, hogy a szakmában érintettek komolyan gondolják hivatásuk gondozását. Bakos Klára, a szervezet elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a modern világ folyamatosan megújulásra készteti a könyvtárosokat, így fontos, hogy jó stratégiai célokat fogalmazzanak meg. A találkozó pedig azért is fontos, mert itt több lényeges kérdésben dönthetnek. A stratégiát beszélünk meg, a fejlődés irányát, a szolgáltatás irányát, hogy néz ki a könyvtári ellátórendszer országosan, a könyvtári szolgáltatórendszernek milyen elemei lesznek, rendkívül fontos kérdések, mit helyezünk előtérbe, milyen problémakörök és szolgáltatások jönnek be, digitalizálás, e-book kölcsönzés, könyvtári közösségi terek használata, olvasásfejlesztés, nagyon fontosnak tartjuk ez utóbbit. A találkozón L. Simon László is részt vett, aki a megyei könyvtárak jövőjét is vázolta. Tervény szerint, hogyha a kormány elfogadja a javaslatunkat és megszavazza az országgyűlés össze a törvénymódosítást, akkor 2013. január 1-től a megyei könyvtárakat, a megyei jogú városok, a megyeszékhelyek fogják működtetni, de úgy, hogy meg kell szüntetni a párhuzamosságokat, tehát nem lehet egy könyvtárban egyszerre két városi könyvtár, és el kell látni a jövőben is a megyei könyvtári feladatokat, tehát a területi feladatellátás kötelezettség jogszabályban rögzítve megmarad. Magyarországon a lakosság 24%-a aktív könyvtárlátogató, de ahogy az a sajtótájékoztatón is elhangzott, ez nem a vágyálmok csúcsa. Több mint 2300 községi könyvtár van, de szükség is van a bibliotékákra, hiszen a szakemberek szerint érték és haszonteremtő szerepük van.